Köszöntöm a Balassa magazin nézőit. Vészhelyzetben csak az emberek 10%-a tud újraéleszteni, pedig Magyarországon naponta közel 70 embert ér hirtelen szívhalál. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már késő. A Tolnamegyei Balassa János Kórház ezért döntött úgy, hogy minden dolgozójának megtanítja az újraélesztést. A fél éven át tartó programban havonta 30-nál több dolgozót képeznek ki az élet megmentésére. Ilyen egy szakszerűen elvégzett szívmasszázs. Az emberek jelentős része, még ha részesült is hasonló jellegű oktatásban, fél segíteni kritikus helyzetben, nehogy nagyobb kárt okozzon valakinek. Pedig mi lehet nagyobb kár, mint hogy az életét veszti valaki. A Balassa János Kórházban most tanfolyamot indítanak mindazoknak, akik rendszeresen kapcsolatban vannak a betegekkel, de nem egészségügyi dolgozók. Mi ehhez próbálunk segítséget nyújtani, hogy az eddigi meglevő tudásuk, illetve megszerezhető tapasztalatukat a gyakorlatba átültessük, és ne féljenek használni azt, amire szükség van. Tehát, hogyha akárhol egy rosszul levő, éppen keringés, illetve légzés nélküli beteget találnak, akkor lépjenek oda hozzá, szólítsák meg, ha nem reagál, akkor pedig kezdjék meg az újraélesztését. Ez nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen a BLS, tehát az alapszintű újraélesztésnek a lépéseivel. Mint ahogy orvos kollégám is elmondta, most első alkalommal egy EU-s projekt keretében a háttér szolgáltatókat hívtuk erre a képzésre, hiszen az egészségügyi szakdolgozóknak a képzése, továbbképzése mind az újraélesztés területén, mind pedig más szakmájukat érintő területen megtörténik. Most úgy gondoltuk, hogy első körben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségű embereket hívjuk ide, hiszen ahogy orvos kollégám is elmondta, nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációba kerülnek, akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a szakszemélyzet megérkezik. Nagyon jó. Nyújtsd ki, hagyd nyújtva kezeidet, és ezzel ezt a részt helyezed. Úgy szerveztük meg ezeket a képzéseket, hogy minden hónapban egy alkalmat jelöltünk ki, és 36 fő kerül egy hónapban egy oktatás alkalmával ebbe a képzésbe. Egy délelőtt, illetve egy délutáni etap zajlik, mind a kettőben 18 fő kerül oktatásba, és először egy elméleti oktatás történik 45 percben, amiben együttesen mind a 18 fő jelen van, utána pedig csoportbontásban gyakorlati képzések történnek. Ez azt jelenti, hogy megközelítően 150 emberrel többen lesznek azok, hogy szakszerű újraélesztésben részesítsenek egy rászorulót. Azt gondolom, hogy az emberek egy része vagy nem akar, vagy pedig fél segítséget nyújtani, attól való félelmükben, hogy esetleg nagyobb kárt, nagyobb sérülést okoznak, mint aminek az elhárítására törekedtek. Elnesetme például arra gondolok, hogy az emberben ugye fölmerül, hogy egy mellkas kompressziónál esetlegesen bordatörést szenved mondjuk a beteg, és az ettől való félelembe a segítségnyújtás is elmarad. Tehát nagyon sokszor látjuk azt tévében is egyébként, meg a való életben is, hogy fekszik valaki a földön, és hosszú ideig ugye senki nem megy oda hozzá, nem próbál segítséget nyújtani, pedig úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás és az újraélesztés az minden állampolgárnak az állampolgári kötelezettsége. Az emberben természetesen benne van a félelem, de úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás az egyfajta magabiztosságot adni mindenkinek, illetve egy arra való ösztönzést, hogy a többi ember is segítséget nyújtson, amikor bajba jutott emberrel találkozik. Nem csak a munkánk során találkozhatunk esetleg bajba jutott emberrel, hanem mondjuk családi körbe, baráti körbe, esetleg egyéb társaságba is, ahol az esetleges képzettség hiánya komoly problémákat okozhat. Tehát nyilván, hogyha meg tudjuk kezdeni ugye az újraélesztést, illetve segítséget tudunk nyújtani, akkor ez a későbbiekben mindenképpen hasznos lesz.
A Tolna megyei baleseti alapítvány olyan eszközöket adományozott a kórháznak, melyek a mindennapos betegellátást segítik. Az adomány összege meghaladja az 500 ezer forintot. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a baleseti sebészet mindennapjaiban. Ugyan nem fogyó eszközök, de újra felhasználhatóak. Egyenként nem nagy értékű, de összességében több mint 500 ezer forint értékű műszercsomagot tudtunk megvásárolni, és a kórháznak ápolásra, használatra átadni, amellyel a betegellátás, az ambulancia, a friss sérült ellátás, az ambulancia munkáját tudjuk segíteni. Ezek a műszerek nem fogyó eszközök, de többször használatos eszközök. Újra sterilizálandók, és ezek csoportban használhatók, ezekből egy-egy sebellátáshoz szükséges többféle eszközt egybe kell tenni, és ez lesz egy műszerkészlet, műszertálca, amivel egy-egy különböző típusú sebet el lehet látni. Ebben van sebészeti csipesz, anatómiás csipesz, finom preparáló olló, durva olló, kampó, horog, egyebek. Ezek sajnos többféleképpen fogynak, ugye? Hát kopnak, tönkre mennek, pótolni kell. Véletlenül kidobásra kerül a szennyes ruhával, véres ruhával, véres kötszerrel egy-egy darab, már is van egy hiány. És sajnos előfordul, hogy szarkák járnak a világban, és esetleg egyet-egyet fölkapnak. Azért, hogy gyorsabban lehessen a betegellátást végezni, és ne kelljen olyan gyorsasággal sterilizálni a műszereket, hanem több steril műszerkészletünk legyen. Döntött úgy az alapítvány kuratóriuma, hogy ezeket a műszereket most megvesszük, a baleseti alapítvány átadja a baleseti ambulanciának, és ebben reméljük, hogy az ellátás javulni fog. A Tolna megyei Balassa János kórházban működő baleseti alapítvány által vásárolt új eszközöket átadta a kórháznak. A kórház alapítványai rendszeresen nyújtanak segítséget az intézménynek a továbbképzések megszervezésében, a gyógyítás műszerigényének fejlesztésében és a betegkomfort magasabb színvonalának megteremtésében. A magyar egészségügyi finanszírozás nem tartalmaz amortizációt. Sajnos az a nagy helyzet, hogy bizony a műszerek kopnak, tönkre mennek, pótolni kell. A működési költség, miután nem tartalmaz amortizációt, nehéz a műszerpótlás. Ezért kell mindig valami kiegészítés, segítség, hogy az elfogyó, tönkre menő műszereket pótolni tudjuk. A Tolna megyei Baleseti Alapítvány többféle tevékenységet folytat, ennek egyik része a betegellátás javítása céljából különböző műszerek vásárlása. Ez nem csak vérnyomásmérőből és lázmérőből áll, nagyértékű műszereket is vettünk. Ezek mind betegek által az alapítvány számára adott különböző adományokból származó pénzből vannak. A vastagbélrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés Európában. A daganat vagy annak az előszobáját jelentő polip időben történő felfedezése életet menthet. Éppen ezért ajánlják a szakorvosok, hogy az 50 év felettiek vegyenek részt egy kolonoszkópiás szűrővizsgálaton, amit Magyarországon egy programon belül végeznek el, megközelítőleg 300 ezer emberen. Tolna megyében a Balassa János kórházban van erre lehetőség. Egy ember kivételével minden szűrővizsgálaton részt vett Tolna megyeinél találtak elváltozást az orvosok. Ezen a felvételen éppen egy vastagbélrákot lehet látni. A rák ezen típusa a második leggyakoribb daganatos megbetegedés Európában és Magyarországon is. Hazánkban és világszerte egyaránt egyre nő a betegek száma. A daganat vagy annak az előszobáját jelentő polip időben történő felfedezése életet menthet. Magyarázza a Tolna megyei Balassa János Kórház klinikai onkológiai osztályát vezető főorvos. Minél korábban, annál jobb esélyei vannak a betegnek, vagy páciens, mert ezek végül is a szűrés. Ez nem beteget szűrünk, nem panaszos beteget, hanem egészséges
populációt, és azoknél, amennyiben műtétel szükség esetén kiegészítő terápia szükséges, akkor a teljes gyógyulás az elérhető. Minden 50 év feletti embernek javasolt a szűrővizsgálat, mondja a szakorvos. A szűrőprogram az 2018. novemberében indult el. Ez egy országos koordinát és az egész ország területére kiterjedő szűrőprojekt. Az 50-70 év közötti lakosságot szólítja meg a szűrőbizottság. Egy behívó levél formájában kapnak értesítést, hogy a házi orvosát keresse fel az adott megszólított személy, és székletmintákat kell adni, amiből egy speciális vizsgálattal az emberi vér jelenlétét mutatják ki. Akinek a székletében vért találnak, annál elvégzik a vastagbél tükrözést. Erre a Ballassa János kórházban kerítenek sort. Eddig 17 embert vizsgáltak meg, és egy páciens kivételével mindenkinél találtak elváltozást, mondja a szűrést végző Kovalcsik Zsolt belgyógyász. Tünetmentes emberekről van szó, akiket csak az életkoruk miatt szólít meg ez a vizsgálat. Ugyanis ebben az életkorban már olyan rizikóval fordulhat elő a vastagbél daganat, még tünetmentesen, amit már érdemes keresni, mert fogunk találni. És hogyha korai stádiumban kerül a betegség felismerésre, akkor egy igen korai stádiumban akár endoszkópos eltávolítással, tehát a vastagbél tükrözés során az eltávolított rosszindulatú polippal gyakorlatilag meg lehet gyógyítani a beteget. Az onkológus azt mondja, a vastagbélrák gyógyításában jelentős változások történtek az elmúlt időszakban, így bizonyos esetekben nem szükséges a kemoterápia. Szűrőprogram meg a korai felismerés esetén, amennyiben lehetséges, mondjuk a vastagbéltumor szempontjából első lépés lenne a műtét, és a műtéti szövettan eredményével akkor jön az onkológiai ellátás, ami felmérjük, hogy szükséges-e kiegészítő terápia vagy nem. Ha nincs szüksége kiegészítő terápiára, akkor vannak egy gondozási protokoll, ami azt jelenti, hogy bizonyos időnként vizsgálatok szükségesek, ultrahang, mellkasröntgen, esetleg CT vagy MR szükség esetén PET-CT, ha valami kérdés van, és éves kontroll vastagbél vizsgálatok. Ezek végül is az onkológiai gondozást jelentik. Csak a patológiai feldolgozás miatt nálunk a múlt 10 évben a betegek közel 20%-a a jól feldolgozott patológia alapján 20%-a beteg mentesült a kemoterápiától. Úgy tudtuk megelőzni, hogy megvan adva, hogy mondjuk egy adott tumor nagysága mellett, hogy milyen feltétel mellett nem szükséges kemoterápia. A feldolgozott nyirokcsomó szám, ha azt mondjuk, hogy 12 fölött a feldolgozott is negatív, ez elfogadható. Ha nem dolgoznak föl 12 vagy annál több, akkor X-nek kell tekintenünk, és ez már is az egyik ok arra, hogy a beteg kapjon kemoterápiát. Vénás invázió, egyéb dolgok, ez egy 5-6 olyan jellemző van. Ha ezt a 6 jellemző egy bizonyos tumor nagyság mellett, ez a T3 mellett, ezek mind negatívak, akkor a betegnek nem kell kapnia kemoterápiát. Az elmúlt években nőtt a vastagbélrákban elhunytak száma Tolna megyében a KSH elérhető adatai szerint, míg 2012-ben 83-an haltak meg vastagbélrákban, addig 2016-ban 103-an, 2017-ben pedig 88-an. Az egész országban pedig 3269-en haltak bele ebbe a daganatos betegségbe két évvel ezelőtt, míg 2012-ben 3279-en hunytak el. A Szekszárdi Kórház parkjának különlegessége, hogy ez a város legnagyobb egybefüggő zöldövezete. Bár szinte észre sem veszi a látogató, hogy hol sétál, csak az az érzés járja át, kellemes a környezet. A park néhány hónapja gondos kezek közé került, és a gondoskodásnak már a kézzelfogható eredménye is megszületett. Ez a tábla is azt jelzi, hogy a kórház parkja, mely Szekszárd legnagyobb egybefüggő zöld területe, jó kezekben van. Spanyol Adrien érkezésével elkezdődött egy folyamat. A kórház főkertésze álmodott egy nagyot, és álmai lassan megvalósulni látszanak. Thank you.
számomra ez egy nagyon megtisztelő feladat, mivel nagyon nagy kihívás, hogy egy ekkora területet szépé varázsoljuk a dolgozók, a betegek és az ide látogatók számára. És elkezdtük ezt a nagy munkát, amit én úgy nevezek, hogy nagy takarítás. Tehát átvizsgáltam a területet, megnéztem, felmértem, hogy melyek azok a fák, amik veszélyesek, betegek, esetleg kiszáradtak, a növényzetet, hogy milyen értékes növényekből áll, fákból, esetleg cserjékből, és ez alapján úgyhogy elkezdtük a nagy takarításunkat. Ahol pozitív folyamatok kezdődnek, ahhoz általában az érintettek is csatlakoznak. Ahogy szépült a kórház parkja, egyre többen segítették Adrient elképzelései megvalósításában. Nagyon sok szép növényt kaptunk, és elindult a pályázat megírása, jelentkeztünk, és így sikerült ez a lehetőség, hogy nyertünk. Nekem végeredményben az volt az első benyomásom, hogy ezt a parkot egy kicsit fiatalítani kell. Tehát egy kicsi lendület kell a parknak, tehát úgy értem, hogy színekkel, különböző fákkal, amik ugye nyíló fák, és akkor ezáltal ugye az embereknek vonzóvá válik, és a tekintetüket oda vonza. Úgyhogy számomra inkább egy kis, úgymond élet, egy kis szín, egy kis vidámság kell a parkban. Úgyhogy nekem egy picit úgy mondom, hogy olyan kicsit öregecske volt, de most már nagyon sok növényt, fát ültetünk, telepítünk, és törekszem arra, hogy egy színes színfolt legyen a területen. A szép környezet már egy fél gyógyulást jelent. Szeretnénk, hogyha a kórház környezete, a kórház parkja egyrészt méltó lenne egy megyei kórházhoz, egy egészségügyi intézményhez, arculati kérdés is, de biztos vagyok abban is, hogy egy zöld környezetben, szép növények között, egy kellemes levegőn a gyógyulás is gyorsabb és biztosabb, mint hogyha valamilyen ipari környezetben kellene ezt megtenni. A parkban dolgozó kezdeményezésére első alkalommal egy tojásfa is életre kelt. És most egy újabb akció indul. Lehetőség van örökbe fogadni egy fát. A kampány során japán díszcseresznyefákból szeretnének fasort kialakítani. Szerintem az a lényeg, hogy az itt lévő dolgozók, tehát a dolgozóink, a látogatók és a betegek, hogyha kijönnek vagy áthaladnak a parkon, akkor ha egy 5 percre is egy feltöltődést, egy belső harmóniát teremtsen számukra, tehát abban az, ha A-tól B-ig haladnak egyik épülettől a másikig, akkor lássanak egy szép növényt, egy szép virágot, egy szép fát, és ezáltal ugye a maguk egy feltöltődést adjon számukra. Van a kórháznak olyan területe, ahová kevesen kapnak bebocsátást, pedig bárkinek lehetősége lenne akár minden nap eljönni ide. A talány megfejtése a konyhába keresendő, ahol most kihívásra készülődnek. Magyaróvári sertésszeletünk van krumplipürével, zuza pörkölt van galuskával, illetve tavaszi zöldségleves a levesünk, és ehhez még savanyú borka. Egy egészségügyi intézmény esetében az embereknek elsősorban nem a konyha jut az eszébe. Egészen igaz ez addig, amíg a sors nem úgy hozza, kénytelenek megkóstolni a kórházkosztot. És ennek aztán különleges jelentősége lesz az ellátás megítélésében. A Balassa János Kórházban 2 konyha is működik. Az egyikben azoknak főznek, akiknek nagyon oda kell figyelni a táplálkozásukra. A másikban mindenki másnak. Itt néztünk körül a következő percekben Demjén Elekes Beáta, élelmezés vezetővel, aki szívügyének tekinti a kórház konyháját.
Nálunk a kórházban mondhatjuk, hogy azért speciális, mert két konyhánk is van. Az egyik a nagy konyhánk, ahol a betegek élelmezése, a normál étkezésben résztvevőknek az élelmezése folyik, illetve az alkalmazottaknak az étkeztetését biztosítjuk, illetve a diétás konyhánk van, ami itt a környékben úgymond egyedi, mivel ez a konyha az, ahol az egész kórházra a diétás ételeknek diétás ételek elkészülnek. A nagy konyha az 1500 fő befogadására, vagy illetve kiszolgálására képes, a diétás konyhánk pedig 500 főnek a kiszolgálására alkalmas. Jelen pillanatban ezt a számot nem érjük el, de 800-900 fős napi élelmezésre azért számolhatunk, illetve a kórházunk nem csak így a kórházban dolgozó betegek, illetve az alkalmazottakat látja el, hanem óvodába is szállítunk, Szálkára, illetve ide Szekszárdra, Kölyökházba is. És ha hiszik, ha nem, ha valaki itt akar ebédelni, nap mint nap megteheti. A kórház konyhája most megmérettetés előtt áll. Beneveztek ugyanis egy olyan versenyre, amelyet kifejezetten közétkeztetésben szereplő ellátóknak írtak ki. Egy közétkeztetésben is lehet olyan minőséget biztosítani, ami elvárható egy közétkeztetésre is. Mindig megpróbálunk alkotni, minden nap egy alkotás nálunk. Próbálunk az étlapot is, ugye 8-7-es forgó étlappal dolgozunk, de mindig jelen pillanatban is aktuális ez, mert egy új ízeknek, új köreteknek a behozatalával szeretnénk kicsit mást bevinni, mással megismertetni az itt dolgozókat, illetve alkalmazottainkat. Tehát az étlap, aki étlapot tervez, az abban mindig benne van az, hogy egy kicsit újítson, kicsit más alapanyagokból próbáljon, kicsit más köreteket, kicsit más receptúra alapján készítsük és próbáljuk az ételeket, és ezzel mi is így birkózunk. A konyha műszaki színvonalának fenntartása nem egyszerű, hiszen a fenntartáshoz szükséges forrásokat az intézménynek magának kell kitermelnie. Nagyságrendileg több mint 200 millió forintot költünk egy évben élelmiszer vásárlásra, és ez csak a nyersanyag. Ez egy nagyon bonyolult munkafolyamat, nem úgy van, hogy itt elkészítjük az ételt és a beteg megeszi, hanem hozzá el is kell juttatni. Ebben szállítás dolgozik, együtt tárosok dolgoznak az osztályokon, elég bonyolult és elég összetett. Nagyon sokféle ételt kell előállítanunk, nagyon szigorú szabályok szerint, de azt gondolom, és ez a betegek általános visszajelzése is, hogy valamit jól csinálhatnak a kollégák, mert általában pozitívak a visszajelzések. Őszinte legyek, gyakorlatilag bárminek, amint az egészségügyben eszközpótlás van, az saját zsebből kell megtennünk. Nagyon fontos lenne, ugye most itt az étteremben vagyunk, nagyon fontos lenne kifestenünk itt is, amire nagyon régen nem került sor, de ennek a feltételei nincsenek, mert ha a mi pénzünk van, azt nyilván a betegeltetésre fordítjuk elsősorban. Ha körbenéztek, az éttermünk is egy kicsit másabb már, mint esetleg korábban, hiszen képekkel, virágokkal próbálom olyan környezetté varázsolni egy kicsit itt az elfogyasztott ebédet is, hiszen itt összejönnek, egésznapos munka után vagyunk, vagy ugye itt vannak a dolgozóink szinte egész nap, és azt a fél órát, azt a negyed órát, amit itt szánnak ránk, azt olyan környezetbe próbáljuk meg velük elfogyasztani, ami számukra is kedvező, vagy számukra is egy nyugodt, egy olyan környezet lesz. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!